A maristások ötletes jelmezeket öltöttek, osztályonként mást-mást, kereplőket, dobokat ragadtak, és hangosan skandálva "Menjen a tél, jöjjön a tavasz" mondatokkal indult a télüző menet az iskola udvaráról, ahol Nagyné László Erzsébet és Pánti Ildikó önkormányzati képviselők is csatlakoztak. Ahogy az polgármester úr a köszöntőjében elmondta, reméljük, hogy nem annyira sikerült, mint az elmúlt évben, amikor is egy igen száraz nyár várt ránk, tehát lehet, hogy legyen még egy kis esőzés, de a Kiszebáb gyönyörűen égett, és polgármester úr gyújtotta meg, tehát innentől kezdve ott a felelősség, hogy lehetőleg szép nyarunk legyen, és legyen megfelelő eső mennyiség is. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök, hogy ezt a hagyományt az iskola elindította, mert ma már ez hagyomány, és látszik, hogy a városi intézmények, úgy az óvodák, mint az általános iskolák is csatlakoznak ehhez. Itt most a báb égetéskor, illetve a városháza előtti téren, ahogy örültek egymásnak, és ahogy ruhába öltözve, maszkba, maskarába öltözve jelentek meg a gyerekek, én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon nagy élmény volt, és valóban azt a célt, hogy előzzük a zord telet, azt sikerült most elérni. A menet a városközpont több pontját érintve a városháza előtti térre érkezett, ahol a helyi általános iskolák és óvodás csoportok is csatlakoztak hozzájuk. Már régóta szervezzük az arcfestést is, meg mindent. És akkor miért pont ezt választottátok? Mert nagyon tetszett nekünk. Már tavaly óta ezt tervezzük, hogy jövőre ez lesz. Mit kell tudni az osztályokról? Nagyon egybetartó, most nagyon szoros, hogy már ballagunk, meg a bizalom nagyon fontos nálunk, a barátok, meg a szeretet. És mit szólsz, amikor itt mentek és jönnek hozzátok, csatlakoznak többen, ez jó érzés? Igen, nekem nagyon jó, mert nagyon szeretem a gyerekeket, és látom, hogy integetnek, nevetgélnek. Nagyon jó érzés. Szepesi Tibor polgármester köszöntője után a menet rendőri biztosítás mellett a Kálvin utcát érintve a Múzeumparkba vonult, ahol az elsősök és másodikosok télüző tánca után az osztályok képviselői a Kiszebáb derekára tűzték gondűző szalagjaikat. Minden évben hagyomány már nálunk, ilyenkor farsangor, hogy felvonulunk Karcagváros főterén. A gyerekek már több hete készítik a jelmezeket, illetve az osztályokban is különféle bohócokat, busóállarcokat, farsangi népszocskásokat elevenítenek föl. A dalokat is tanuljuk már két hete, úgyhogy nagyon nagy várakozással voltunk erre a napra. Külön öröm ez számunkra, hogy így az óvoda és az iskola közötti kapcsolatot tudjuk erősíteni, és még nagyobb öröm az, hogy idén több iskola is csatlakozott hozzánk, kiemelném az Arany János úti általános iskolát is, hogy idén ők is részt vettek ezen a programon. Nagy öröm ez számunkra. A Kiszebábot Szepesi Tibor polgármester gyújtotta meg. A néphagyomány szerinti a Kiszebáb elégetésével nem csak a telet lehet előzni, de megszabadít bennünket a félelmektől, betegségektől is.